ki a szerzetes? Élnek bennünk képek a szerzetesekről, akik nagyon szép helyeken élnek, műemlék épületekben laknak, hosszú szakáluk van, sokat imádkoznak, csendben vannak, és valahol keresik a békét. Már szerzetesként én is találkoztam sok sztereotípiával, amik valamilyen formában ezekből a képekből fakadnak. Néhány évvel ezelőtt megkeresett egy fiatal ember, aki a szerzetesség iránt érdeklődött, lenne pár kérdése, szeretne velem beszélni. Akkor Budapesten tanultam, és meghívtam egy kávéra, egy kávézóba, leültünk, bemutatkoztunk, beszélgettünk, és láttam rajta, hogy nyomasztja néhány kérdés. Elő is hozakodott az elsővel. Azt olvasta, hogy amikor a szerzetes leteszi a fogadalmát és szerzetessé válik, akkor soha többé nem léphet ki a monostorból. Igaz ez. Hát ott ültem vele szembe, nem éppen monostornak tűnő kávézóban, de láttam, hogy még mindig van kérdése. És ott a következő kérdés hogy van-e fűtés a cellában, ahol a szerzetesek laknak, mert ő nagyon fázós és nagyon hamar megbetegszik. Felcsillant a szemem. Nagyon szeretem a sztereotípiákat a földbe döngölni, és élvezettel meséltem neki, hogy nem csak hogy fűtés, de telefon, internet, és hát akkor még nem volt, de azóta Netflix előfizetésünk is van, egy karácsonyi ajándék jó voltából. Vol. Ki a szerzetes? Először is azt kell tisztáznunk, hogy a szerzetes semmi rendkívüli tulajdonsággal nem rendelkezik. Aki eljön Tihanyba és bemegy az apátságba, végignézheti a barok templomot, első andás királyunk középkori kriptáját, és utána bemehet a múzeumba, ahol kiállítást talál a történetünkről, az építéstörténetről, alapító régi korok szerzetesi életéről, és az utolsó szobában megismerkedhet velünk, ma élő szerzetesekkel. Kaptunk sok kérdést, hogy mi a kedvenc ételünk, mit sportolunk, van-e pénzünk, ezekre adtunk válaszokat, és ebből készült ez a szoba. És ennek a szobának a bevezetőjeként van egy fal, ahol a mi arcképeink, a most tihanyban élő szerződések arcképe látható. Néhány hónappal ezelőtt egy látogatónk oda sonfordált az egyik kollégánkhoz, is megkérdezte, hogy ezeknek van apja és anyja? Hát igen, van, és mi is normális emberek vagyunk, és családból származunk. Azon már meg sem lepődöm, hogy az 1986-os születési dátumomat azt a halálom dátumának tekintik, mert hát Tihanyban szerzetes, ez egy városi legenda. Nem városi legenda. Ezer éve élünk Tihanyban, első András király alapította a monostort. Sokszor feloszlattak minket, aztán újraindult a szerzetes élet, de 1990 óta folyamatos a jelenlétünk a Tihanyi félszigetem. Kik a szerzetesek? Úgy szoktam megfogalmazni, hogy vállalkozó szellemű emberek, akik arra vállalkoznak, hogy fogadalmat tesznek, és így köteleződnek el az Isten mellett. Lemondanak a családi életről, Lemondanak a személyes vagyon gyűjtéséről, és egy előjárónak az akaratát veszik figyelembe, annak vetik alá magukat. Vállalják mindezt azért, hogy gazdagodjanak, de ne meggazdagodjanak. Ki a szerzetes? Sokszor keverik, hogy mi a különbség a pap és a szerzetes között tegyük ezt egy picit tisztába. A szerzetes fogadalmat tesz, elköteleződik engedelmesség, állandóság, stabilitás és szerzetesi alakításnak, és ezáltal lesz szerzetes. Mivel általában nőtlen és teológiát is tanul, ezért sokszor felszentelik pappá, de ez nem automatikus. Leélheti valaki úgy az életét, hogy nem pap, de mégis szerzetes. És miért lesz valaki szerzetes? Ez nagyon sokakat érdekel. Szintén egy stereotípia. Hát, ha valaki fiatal, valaki életerős, valaki lendületes, talpra esett, és elmegy szerzetesnek egy ilyen életformára, hát annak biztos, hogy szerelmi bánata van. Nem. Ha az van, akkor az nagyon gyorsan kiderül. Miért megy el valaki szerzetesnek, ezt nem tudjuk ez egy titok. Az Isten meghív mindenkit, de biztos, hogy vannak emberek, vannak szerzetesek, akiknek a példája, a hiteles élete a segít abban, hogy meg tudja egy fiatal hozni ezt a döntést. A szerzetes nem menekül a világ elől. A szerzetes közösségben él. Vállalja a másik embert szerzetességhez nagyon mélyen hozzátartozik a közösségi dimenzió. Jelenleg mi 13-an élünk Tihanyban, azon a helyen, ahol az apátság mellett a második legnagyobb látványosság talán a Tihanyi vízhang. Most erről nagyon sokan azt állítják, hogy ez már nem működik. Mi történik? Lejön a lipolter, nyáron, amikor sokan vannak, mert az nagyon jól mutat a felvételeken, kimennek az apátsággal szembeni dombra, megtalálják a jó helyet, kiabálnak egy nagyot, és nem hallatszik semmi. És akkor leírják, nem működik már a tihanyi vízhang. Na, aki ezt így teszi, az nem ismeri sem tihanyt, sem a fizikát. Mert a vízhanghoz csendre van szükség. Ha valaki éjszaka, amikor kiürül a sétány, és kisétál arra a bizonyos visszhangdomra, vagy amikor lejön télen, és nagyon kevesen vannak, akkor egy nagyot kiált, és ez a csodálatos jelenség több szótagot képes visszaadni számunkra. Csend kell. A szerzetesi élethez is csendre van szükség. Mert valami történik a csendben, ha az ember csendben van, akkor előjönnek olyan érzések és gondolatok, amiket elnyom a világzaja. Sokszor megkérdezik tőlem, hogy hogyan lehet szerzetes életet élni Tihanyban, ezen a turisztikairak, frekventált, a turisták által nagy zajt keltett faluban. Hát erre két válaszom szokott lenni. Az első viccesen azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy dolgot kell megtanulni a szerzetesnek, de azt nagyon jól, hogyan kell becsukni az ablakot. A második az kicsit mélyebb, hogy a csendet azt belül kell megteremteni. Belül kell a csendet átélnünk. A mai világ, nem szeretem ezt a szót, ezt a kifejezést, mert ez a világ, mivel az Isten teremtése, ezért jó és szép, tele van lehetőségekkel, tele van fejlődéssel, tele van kreativitással. De mégis ez a mai világ tele van harmónia nélküli zajjal. Zajjal kelünk fel, zajjal élünk, és zajjal fekszünk le. És amikor találkozunk a csenddel, amikor csendben vagyunk, akkor azt gondoljuk, hogy nem történik semmi. Amikor csendben vagyok, azt érzem, hogy haszontalan vagyok. Haszontalannak és igazából feleslegesnek érzem a csendet. És akkor elmegyünk ki a természetbe. Megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos csendjét, ami egy speciális csend. Vagy elmegyünk egy spirituális helyre, elindulunk egy zarándoklatra, és akkor rájövünk arra, hogy nekünk erre szükségünk van. Rájövünk arra, hogy igazából a csend az egy forrás. Egy olyan forrás, ami éltet és táplál bennünket. Mert igazából a csendben tudunk rátalálni önmagunkra, a csendben tud az ember megszólíthatóvá válni. Megszólíthatóvá az Isten által, és a lelkiismeretünk által. És nagyon fontos, hogy a csend ez egy olyan forrás, amiben megismerhetem önmagamat, és meg tudom újítani önmagamat a csendben. Közösségi élet és csend a szerzetes életében. Azt gondolnánk, hogy ez, ezek egymást kizáró tényezők. Aki közösségben él, az nem lehet csendben. De a csend és a közösség az kiegészíti egymást. Nem ellentmondások. Hiszen csak azt tud közösséget építeni, csak azt tud jelen lenni egy közösségben, csak azt tudja a közösségnek a terheit hordozni, azt tudja megélni valóban az emberi kapcsolatokat, aki ismeri önmagát, és aki újból és újból meg tud újulni. Rátalál a megújulás lehetőségére. A szerzetes tehát közösségi ember. Közösségi, mert amikor Istent választja, akkor a másik ember mellett is dönt. És a szerzetes nem zárkózhat be önmagába, hanem a szerzetesnek közösséget kell építenie. A szerzetes egyben mindig jel is a világ számára. Nem azért, mert ilyen ruhában járunk, ezért is. De valahol azért, mert találkoznak velünk emberek, közösséget vállalunk mi az emberekkel, és akkor feltesznek maguknak kérdést. Miért csinálja ezt? Miért vállalta ezt? Miért mondott le mindenről? Van valaki, vagy valami, amiért érdemes lemondani, akár a családról, akár a vagyonról. És amikor az emberek velünk találkozva felteszik ezeket a kérdéseket, akkor válaszokat keresnek, és hiszem azt, hogy találnak is. És egy kicsit a mi életünk, a velünk való találkozás formálja az értékrendszerüket. A közösség az nagyon fontos számunkra, szerzetesek számára is, és nem csak a saját belső közösségünket építjük, hanem külső közösségeket is. Mi tihanyi bencések, nyolc templomban, itt a környéken látunk el lelkipásztori szolgálatot, odaállunk az emberek mellé. Velük vagyunk az örömükben, mikor házasságot kötnek, mikor a gyermeküket keresztelik, és ott vagyunk a bánatukban, a fájdalmukban, amikor elveszítenek valakit. És talán a legfontosabb, amit tudunk tenni ezekben a helyi közösségekben, az, hogy meghallgatjuk őket. Mert ez hiányzik a világból a legjobban. Legyen, aki ott van, és mindig meghallgat engem. És természetesen Tihany nagyon sokakat vonz, csodálatos természeti környezet, és maga a szépen harmonikusan beleillesztett apátság megérint sokakat, és eljönnek hozzánk. Mi olyan programokat szeretnénk nekik szervezni, amik olyan értékeken nyugszanak, amiket talán már a világ elfelejtett. Ilyen a csend, ilyen a nap felkelte, ilyen lehet a zenében megtalált harmónia. Ezek az értékek azok, amik élményt adnak. Olyan élményt, amik aztán közösséget formálnak, együtt éltük át. Az élménynek közösségteremtő hatása van, és erre törekszünk mi is a saját megszervezett, kulturális, zenei vagy turisztikai programjainkkal. És a bencések hagyomány szerint egy oktató nevelő szerzetes rend. Mi itt a Tianyi félszigetem, a Tianyi Bencés iskola által végezzük ezt a szolgálatot, 197 kisdiáknak tanítunk, és próbáljuk őket nevelni a munka és az imádság közös kapcsolatával, amit a rendünk képvisel. És mindig rádöbbenünk az iskolában, hogy a helyi közösségeknek, a településeknek, a régióknak a legalapvetőbb közösségteremtő ereje az az iskola, ahol közösséget alkot szülő-szülővel, gyermek-gyermekkel. És lehet a Balaton és a Balaton régió Magyarország turisztikai destinációjában az első. Lehet nekünk megújuló éttermünk, borászatunk itt a Balatonon őrizhetünk mi természeti kincseket, csodálatos természeti kincseket. De a Balaton nem Balaton a helyi közösségek nélkül. Azok nélkül, akik itthon vannak. És ennek az otthonnak a megteremtésében alapvető feladata van az iskolának. Mi kell ahhoz, hogy közösséget teremtsünk, közösséget alkossunk itt a Balaton régióban, vagy az egész világon? Véleményem szerint három dolog. Csendből fakadó elhivatottság, kellenek élmények, amik összekapcsolnak minket, és kell hely, ahol a különféle gondolkodású ember, emberek találkozhatnak egymással. Kiléphet-e a szerzetes a monostorból? Hiszem és vallom, és ez a hitvallásom, ez a filozófiám a szerzetesnek, az emberekért ki kell lépnie a monostorból. Köszönöm szépen.